Az Éllovas fogadta a második helyezettet, ráadásul több évtizedes múltra tekint vissza a két szomszédvár vetélkedése, így minden adott volt ahhoz, hogy igazi rangadót láthassanak a szurkolók. Azaz nem egészen minden, mivel az Ibrányból meghatározó futballisták sora hiányzott, és mindkét csapat játékosain érződött az őszi szezon terhelése. Ennek ellenére becsülettel gyűrték egymást a felek, érezhető volt, hogy egy találat eldöntheti a három pont sorsát. Ezt a gólt a Nagyhalász szerezte, így a vendégszurkolók ünnepelhettek a hármas hívszót követően, míg a szezon végére elfogyó ibrányiak annak örülhettek, hogy véget ért a bajnokság első szakasza. Azon múlott az egész, hogy azok az emberek, akik ezt a futballt igazán tudják játszani, különösen a támadó harmadba, azok nem játszottak ma. Nem hiszem, hogy valamelyik csapat életében előfordul az, hogy egy szezon végére ilyen fontos meccsen 7 ember nem tud játszani. A múlt héten egy 16 éves gyereket kellett beállítani, most sérülten Nagy Dávidot, amint megszerezték a gólt a halásziak. És azt hiszem, hogy az is példátlan, hogy 24 óra elteltével két játékosnak eltörik a lába, egynek elszakad a szallagja. Én azon csodálkozom, hogy egyáltalán még az 15. fordulóban versenyben voltunk az első helyért. Most, hogy másodikok vagyunk, ez számunkra, legalábbis én szerintem ez egy óriási eredmény. Tavaszra föl fognak épülni ezek a játékosok, ki fogunk egyenesedni, és megint versenyben leszünk a bajnoki címért. A vendégek edzője szerint egyenlő erő küzdelméből a szerencsésebb csapat került ki győztesen. Igazából mind a két csapaton látszott, hogy idény vége van. Fáradt volt mind a két csapat, főleg az első fél időben. Talán egy helyzet, egy szerencsésen eltalált lövés, de még egyszer mondom, se futballba, se erőnlétbe nem voltunk jobbak ellenfelünknél. Hál' Istennek mi találtuk ezt a szerencsés gólt, és ezzel az élre tudtunk ugrani. A forduló további eredményei a következők: Kisvárda 2 Tarpa 1-1, Tiszakanyár Tiszavasvári 3-0, Nagyecsed Nyírgyulaj 0-1, Gyulaháza Máté Szalka 1-0, Mándok Baktalórendháza 2-0, Fehérgyarmat Csenger 1-2 és Balkány Vásárosnamény 2-3. A tabella élén a 32 pontos Nagyhalász áll, megelőzve a 30 pontos Ibrányt és a 29 pontos Nagyecsedet. A bajnokság február 23-án folytatódik a megyei első osztályban.